Kevés lakásnak van energiatanúsítványa jellemzően csak lakás eladásnál készül el az energetikai besorolás, ám a vevők nem mindig figyelnek arra, milyen osztályzatot kap az értékesítésre váró ingatlan. 2012-től kötelező lakáseladásnál az energiatanúsítvány. Ha az eladó nem kéri ki, szabálysértési vétséget követel és megbüntethetik. Máig érvényben van a rendelet, ami használt lakásokra is vonatkozik a lakó ingatlanok energetikai minőségét értékelő okirat besorolja az ingatlan energiahatékonyságát. Arról tájékoztat, hogy egy adott épületnek milyen a műszaki állapota, a szigetelése, fűtési rendszere, hővesztesége. Ezáltal kalkulálható az is, mekkora az éves energiafogyasztása. A tanúsítványt a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetik. Jelenleg a magyarországi lakásállomány egyötöde korszerű, de a statisztika nem lehet pontos, mivel átlagosan minden hetedik lakás rendelkezik energiaminősítéssel. Tavaly januártól nagymértékben szigorodott a besorolás is. Az új skálán a legfejlettebb ingatlanok CC kategóriát kapnak. A témát folytatjuk itt a stúdióban Lencsés Istvánnal. Jó estét, Jó estét kívánok! Rögtön itt egy mondat meg is ütötte a fülünket, hogy minden hetedik lakásnak van csak ilyen minősítése, vagy energetikai tanúsítványa, és hogy ez nagyon kevés szám. Ezek szerint csak akkor szükséges ez, hogyha el szeretnék adni a lakást holott. Az lenne az evidens, hogy aki benne lakik, aki benne él, annak is tisztában kellene lennie azzal, hogy mennyire energiahatékony a lakása, vagy a saját ingatlana. Igen, hát a kérdés ott vetődik fel, hogy a tulajdonos, hogyha nincsen lehetősége, anyagi lehetősége arra, hogy ha tudja is, hogy mit kell lecsinálni, hogy fizessen-e azért, hogy ő megtudja azt, hogy neki mennyibe fog kerülni a fűtése. Tehát gyakorlatilag, amikor elkészítjük az energetikai tanúsítványt, abból minden egyes lakás számára egyértelművé válik, hogy hány köbméter gázt, hány kilogramm tűzifát, adott esetben távfűtésben mennyi fog majd használni egy év alatt. De ez csak egy elméleti szám, amely megmutatja, hogy mibe fog majd kerülni, viszont ha nincs lehetőség a toldosnak felújítani a lakást, akkor neki ez ott marad a polcon, fizetett a tanúsításért, ami egyébként sem. Mondjuk eléggé szortak az árak, mert ugye attól függ, mennyit kell dolgozni egy tanúsítással. A panelházak tanúsításai az 15 ezer forinttól indulnak, és ahol meg két-három szintes lakások vannak, vagy családi házak vannak, nyilván háromszor annyi munkát kell vele foglalkozni, azok meg többbe kerülnek. De a, tovább a kérdés az, hogy, hogy vajon megérje annak a tulajdonosnak, aki nem akarja eladni a lakását, hogy meg tudja azt mondjuk 15 ezer forintért, hogy hogy mit takarítana meg akkor, hogyha ráfordítana néhány millió forintot. No, de akkor valamilyen szinten lehet, hogy megéri, mert hogyha önök ezt uh, tudják kalkulálni, vagy nagyjából pontosan kiszámítani, hogy egy évben mennyit költ a fűtésére, vagy mennyit spórolhatna, hogyha energetikailag korszerűsíteni a lakást vagy az ingatlant, és azt mondjuk hosszú távon kiszámolja, akkor az mindenképpen megtérül. Igen, én itt behoznám talán a pénzintézeteknek a, a talán üzleti lehetőségét is, mert ha az energetikai tanúsító szakember megállapítja, hogy egy milyen összegű ráfordítással, mennyi idő alatt térül meg, akkor gyakorlatilag a tulajdonosnak nem a gázszámlába, meg a villanyszámlába fizetnék ezt az összeget, hanem a hitel törlesztésébe, amíg az meg nem térül. Tehát egy felújítási hitelről beszél igen, ön, igen. például. No, milyen területeken vagyunk még lemaradásban e tekintetben, hiszen tudjuk azt, hogy azért most már az energetikai korszerűsítésekre nagyon sok lakó ingatlan tömb esetében törekednek és, és meg is történtek. Egy másik érdekes kérdés lesz az, hogy itt, hogyha körülnéz mondjuk a megyeszékhelyen, a környékén, vagy a megyei nagyobb városokban, akkor mit lát, mennyire korszerűek, vagy modernek az épületeink, lakó Hát én úgy látom, hogy a tömlakásoknál már nagyobb részt már korszerűsítve vannak ezek a, a, lakások. Inkább a családi házas beépítések vannak elmaradva az előmetokok miatt. Nagyon sok helyen találkoztam olyannal, végeztem műszaki ellenőrzést a, a Magyar Állam megbízásából Szentendrén, itt Hajdunánáson, magán. Hát egy komplett társasház saját erőből, abból a hitelből, az előbb említettünk, fölvett hitelt, mert kiszámították azt, hogy ez megéri, és egy idő után már a is, azt fizetik a, a energia helyett, és utána megtérült, már neki kevesebbe fog kerülni. Több ilyen példa is van már rá. Milyen energiával nem tudunk jól gazdálkodni? Mit mondanak a szakemberek? Hát az energia, az energia, akár is, hogy nincs nézzük is, az mindig ugye egy, egy központilag ö, szabályozott árrendszerben működik. Nagyon-nagyon eltérők a, a, lehetőségek, hiszen például nem engedik a távférről leválást. Ezek az energetikai pályázatok egyetemen nem támogatják, hogyha valaki le akar válni távférről, mert mondjuk jobban egy gázfűtéssel szabályozni a fűtést, vagy az energiaellátást meg is van az ára, hiszen a, a, a való fűtésnél egy véleményem szerint egy, egy aránytalanul jobb pozíciót lehet elérni a gazdaságosági számításoknál, mint más fűtésnél. Hogy annyit kell tudni, hogy a legrosszabb eset az, amikor egy családi háznál van egy konvektoros fűtés, meg egy villanybojleres vízbelegítés. Az áram kerül a legtöbbe. Az -e a, a, szakmai e, megállapítások szerint egy két is feles szorzóval van figyelembe véve a rendszerbe, a gázhoz képest. Tehát, hogy az a. az két is kerül, igen, igen, a gázhoz az, képest. Az ingatlanok vagy a, a háztartások számára. Milyen előrelépés történt egyébként a fűtési rendszerek korszerűsítése terén, és akkor nem csak lakó ingatlanokra gondolok, hanem akár közintézményekre is, azért önök energetikai szakreferensként egy nagyobb területet is átfognak, átlátnak? Igen, hát. Leginkább az állam saját magára gondol, és rengeteg közintézmény történt meg. A magánszektorban nagyon kevés pénz jött le ebből a rendszerből, ahol legjobban az embereket érinteni ez a, ez a kérdés. A legelfogadottabb és legtámogatottabb rendszer az a, az a kondenzációs kazánokkal történő fűtési rendszer. Ezt, a, ezt azok a szabályozók, amelyek alapján mi meghatározzuk az energia megtakarításokat. Ez tűnik a legelérhetőbbnek, hiszen az összes többinek olyan kötöttségei vannak, ami a pelletfűtés, biomasza, uh -huh. amelyek az alapanyag beszerzése nem lehet 50 km-es, nagyobb távolságból, mert meg a szállítási költség miatt nem éri meg, vagy nincsen termálvíz, vagy nincsen olyan hőforrás, amivel lehetne fűteni. Vannak egyébként hőviszonyörű berendezések, amelyek még tovább javítanák a, a lakásnak az energia a megtakarítását, de azok meg nagyon költségesek. Tehát a standard típus maradt a kondenzációs kazán. Említett egyébként alternatív megoldásokat is, és például a napelemes rendszerek, vagy a napelemes rendszerek telepítése jellemző volt egy időben, meg az energetikai korszerűsítések egy része erre is irányul. Nyilvánvalóan itt is a közintézményekről beszélek, és nem a magánházakról, vagy lakó ingatlanokról elsősorban. Azt mondják még mindig a magánszemélyek, hogy nagyon költségesek ezek a rendszerek. Én úgy gondolom, hogy nem. Debrecenben van is egy cég, aki úgy hitteti magát, hogy zéró villanyszámla. Ez abban adódik, hogy ők kifejezetten piaci alapon próbálták meghatározni ezeket a fejlesztéseket, és kiszámolták azt, hogy úgy ajánlják a lakóknak a, a napelemes telepítéseket, hogy nem kell beletenni semmilyen pénzt, viszik a pénzintézetet, lefinanszírozzák, és a megtakarításból fogják fizetni vissza a, a hiteltöjlesztésekre. Ez napelemeknél ez már működik. Van egyébként egy irányelv, aminek meg kell, hogy feleljünk Magyarország is 2020-ig. Van egy előirányzott energiamennyiségre vonatkozó csökkentés, vagy csökkenteni kell az energiafelhasználásunkat nekünk is. Most ebben az irányban, ugye, ezek a közintézményeknek az energetikai korszerűsítése e felé halad, de a magánszektor ezek szerint ebben is le van maradva. Nem tudom, hogy a kormány mennyire uh -huh. akarja ezt komolyan venni, ezeket a megfelelőségeket. Hiszen teljes egészében más menjünk a Paks 2-vel, mert ott áramot akarunk előállítani, azt is tudjuk, hogy ez nem lesz olyan olcsó, mint amilyenre mondják, már pedig, a, mint említettem, az árammal történő fűtés, energiállátás az két és félszereségbe kerül ma, mint a hagyományos gáz. Ha napelemek irányába mennénk el, amelyek igább csak az elektromos áram kiváltását jelentik. Igen, nem, de a, vannak a, a Hőviszonyerős kazánok, hőszivattyúk, azok viszont árammal működnek. Tehát azokat nagyon jól lehet árammal működtetni, és akkor gyakorlatilag olyan elektromos fűtésünk van, amit a napenergiával történő árammal látunk el, az Igen. viszont már gazdaságos lenne. Igen, vagy a geotermikus hőhasználat. A geotermikus az, az eléggé é, sikamlós terület, uh -huh. részben nem mindenhol van, bár az, Magyarországon sok helyen van. Másrészt a geotermikus energiánál eléggé komplet... Tehát ne, ne, olyan rendszerek vannak, amelyeket... A vízben olyan ásványi sók vannak, amelyek lerakódnak a csőbe, ezeket tisztítani kell, ezek tönkre mennek hamar. Tehát az... A meglévő vizet úgy adják el, úgy lehet csak felhasználni, hogy visszasajtolom lemélyre, ugyanabban a rétegben, uh -huh. vagy másik rétegbe, Tehát az egy komplikált rendszer. Inkább vannak ilyen mi nem lakásokba való, de a levegő levegő szivattyú. Azok viszont, mondjuk hiába mondják, hogy alacsony szintű, de zajos. Na, egy picit elkanyarodtunk Igen. egyébként, de ö, nem probléma ez. Az viszont fontos ö, lenne még tudni, hogy ezeknek az energiatanúsítványoknak ugye ö, abban is nagy szerepük van, hogy ö, az ingatlanok, lakóházak esetében növelik, vagy növelhetik-e az ingatlanoknak, lakóházaknak a piaci értékét. Tehát ö, az, amikor eladásra kerül egy-egy lakás, akkor, akkor ez, 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 mennyit nem jelent, ha valaki szóra... jó besorolást... Nem tudom, hogy a ez mennyire ment. Tehát, ha láttam én egy, nem, egy, ilyen ingatlanos filmet valamelyik nap a tévébe, és azt mondják a nagy, ingatlan forgalmazó cégek, vagy közötti cégek, hogy, hogy, még mindig a lakosság abban az irányban megy, hogy nekem téglaház kell. Tehát inkább a, az építő anyagot preferálják, mint az, hogy mit fog az majd fogyasztani. Pedig ezen szerintem nem értik a lakók, de ez valahogy, valahogy azért is már ezt a tárpáltatot, hogy ha valaki költségérzékeny és, és szüksége van arra, hogy tudja behatárolni egy évben mennyi ez a fűtési költsége, akkor igenis nagyon fontos a tanúsítvány, mert ez nagy biztonsággal tudja neki behatárolni az éves költségszintjét. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Kérem.